Már csak néhány hetük maradt az egyszerűsített vállalkozói adó, közismertebb nevén az EVA szerint adózóknak, hogy átgondolják, hogyan tovább január 1-től. Akkortól ugyanis megszűnik ez az adózási forma. Az EVA-t 2002-ben vezették be, akkor a költségvetésnek évi 40-50 milliárd forint mínuszt okozott a kedvezményes adónem. A kisvállalkozók viszont imádták. Fénykorában, 2006-ban például több mint 99 ezeren adóztak így. Ámokat a 2013-as indítása óta egyre többen hagyták ott az EVA-t. 2019-re már csak 17 ezer vállalkozó élt ezzel a lehetőséggel. Végül a pénzügyminisztérium idén szeptemberben jelentette be, hogy meg is szüntetik. Az eddigi evásoknak ezért ez év utolsó napjáig jelezniük kell a NAV felé, hogyan akarnak a jövőben adózni. Az egyéni vállalkozók dönthetnek az egyszerűsített adminisztrációt és adóterhet jelentő kata, vagy pedig az általányadózás mellett. A társas vállalkozási tevékenységet folytatók ugyancsak választhatják a katát, kivéve a KFT-k, és dönthetnek a KIVA, vagy pedig a társasági adó mellett is. A NAV-nál arra is felkészültek, hogy lesznek, akik nem választanak másik adózási formát év végéig. Ők egyéni vállalkozókként automatikusan olyan vállalkozókká válnak majd, akikre a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályok vonatkoznak. Társas vállalkozások esetén pedig a társas vállalkozói szabályok szerint kell adózni. Fontos, hogy az EVA megszűnésével az érintettek egyidejűleg áfa alanyjá is válnak, de dönthetnek arról, hogy számukra megfelelőbb az alanyi áfamentesség, vagy pedig az általános szabályok szerinti adózási módot választják. Ez azért is fontos, mert január 1-től már ennek alapján kell kiállítaniuk számláikat. Alanyi áfamentességet csak akkor lehet választani korábbi evásként, ha a várható bevétel egy év alatt nem haladja majd meg a 12 millió forintot. Az alanyi áfamentesség igényét 2020. január 15-éig kell az adóhatóság felé jelezni. A NAV szakemberei egyébként már elkezdték felkészíteni az evásokat a változásra. Tolna megyében is tartottak kifejezetten ebben a témában tájékoztató előadásokat. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatósága két alkalommal tartott már adózói fórumot november végén az érintett jelenleg még evás adózóknak, azért, hogy könnyebben el tudják dönteni, segítséget nyújtsunk abban, hogy az EVA helyett milyen adózási módot fognak választani. Az adózási módokról a részletes információ, valamint a választás segítő kalkulátor megtalálható a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján, de egyébként a döntésben segítséget lehet kérni a NAV infovonalán is, a 1819-es telefonszámon, valamint az ügyfél azonosító számmal hívható 0680 2021 22-es telefonszámon. Az evás vállalkozóknak tehát érdemes már most elkezdeni átnézni a szóba jöhető adózási lehetőségeket, ahhoz, hogy a vállalkozásuk számára legkedvezőbb módon tudjanak 2020-tól váltani.